Köszöntöm a Heo Podcast hallgatóit, Szabó István vagyok. Ez alkalommal Kisné Császár Erzsébettel és dr. Kismiklóssal, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium pedagógusaival beszélgetünk, akik több mint 4 évtizeden át tanítottak a gimnáziumban. Tanárnak készültetek mind a ketten, volt tanár a családban, miért választottátok ezt a pályát? Hát én kiskoromtól fogva nagyon pedagógus szerettem volna lenni, óvodás koromban óvónő, aztán később mindig azon a szinten tanító pedagógus, és remek tanáraim voltak általános iskolában és gimnáziumban, és ezek ösztönöztek arra, hogy ezt a pályát válasszam. Én igazából nem szerettem volna tanár lenni. Egészen az érettségi előtti időszakig erre nem is gondoltam. Akkor viszont eltűnődtem rajta, hogy voltak jó tanáraim, meg kevésbé jó tanáraim, és akkor gondoltam arra, hogy talán mégis megpróbálom. Uh-huh. Az egyetem után az első munkahelyetek a Gyöngyösi Gimnázium? Igen, ez úgy alakult, hogy mi negyed év után összeházasodtunk, tehát 5. évben már házaspárként fejeztük be az egyetemet, és hát mindenképpen egy városban szerettünk volna tanítani. Mivel én Vas megyei vagyok, és Miklós nagyon szerette Vas megyét, szerettünk volna oda visszamenni, de nem volt akkor egy városban két állás. A Gyöngyösi Berze vezetése megkereste az ELTÉ-t, hogy egy házas párra lenne szükség, és így kerültünk mi ide Gyöngyösre 1982-ben. Nagy szeretettel fogadott bennünket az akkori vezetés, Márta Ferenc és igazgató úr és Tóth Sándor igazgatóhelyettes, és hát nagyon sokat köszönhetünk akkor a matfizes kollégáknak, a Kislajos házaspárnak, a Farkas házaspárnak. Nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket Kárpátiék és mindenki itt az iskolában. Nekem is, mint egykori berzés diáknak már legendák ezek a nevek. Ez még egy olyan korszak volt, amikor a kréta és a tábla volt az általános eszköz. Ti egészen az okos eszközöknek a korszakáig tanítottatok itt attól a korszaktól. Mi változott azóta? Változott-e valami egyáltalán? Igen, több oktatási forradalmat átéltünk. Tehát egyetemista korunkban az írásvetítő lett a slágereszköz az oktatásban, aztán valahogy kikopott belőle. Most az okos eszközöknek kétségtelen megvan a maguk haszna, de például egyetemről visszajövő diákjaink, mondjuk PhD hallgatókat, ha megkérdezünk, hogy milyen a jó előadás az egyetemen, akkor azt szokták mondani, hogy táblára írják és krétával. Uh-huh. Ehhez még hozzátenném, hogy azért ebben a folyamatban nem volt egyszerű nekünk sem lépést tartani ezekkel a dolgokkal, és nagyon nagyszerű volt, hogy egymásnak is sokat tudtunk segíteni. Továbbá akkor voltak fiatal diákok, a fiaink, akik nekem például, a saját két fiam nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy ezeknek az eszközöknek a használatát megtanuljam és tudjam alkalmazni. Olyan tárgyakat tanítotok, amely nem változik az idő folyamán, alapjaiban. Matematika, fizika, informatikáról nem beszélünk, mert az nyilván azért jelentősen nem változik. Informatikát is, tehát nekem ez a harmadik szakom, és egészen addig tanítottam, amíg Kis Lajos kollégánk sajnálatos betegsége folytán én lettem a fizika munkásségvezető. Tehát addig az informatika nagy szerepet játszott a munkámban. Viszont az informatika az egy olyan műfaj, ami nem nagyon bírja el azt, hogy háromszakos legyen az ember. De a fizika is eléggé erős tantárgy, tehát a matematika elfér a fizika mellett, az informatika mellett már nem férne még egy fizika mondjuk. Ez sosem okozott problémát, hogy ezt a
például a matematikát, a változatlan matematikát kellett tanítani, hiszen egyrészt mindig újfajta metódussal tanítottuk ezeket a tárgyakat, másrészt a gyerekanyag mindig más, és nem lehet ugyanolyan módon tanítani ugyanazt az anyagot. Én soha nem találtam ezt unalmasnak, hogy több órán esetlegesen egy nap ugyanazt kell elmondanom. Meg nem is lehet ugyanazt ugyanúgy elmondani, mert valóban mindig más a csoport, más az osztály, és bármit kezdünk el, az alkalmazkodni fog a helyzethez, és onnantól kezdve minden egyedivé válik. Annak ellenére 40 év nagyon hosszú idő, 4 évtized. Soha nem fordult meg a fejetekben, hogy mással foglalkozzatok? A pályán maradásnak mi a motivációja? Hát nekem soha nem fordult ez meg a fejemben. Ez egy csodálatos és változatos pálya, úgy gondolom. A diákok folytonosan ösztönöznek bennünket, ösztönöztek bennünket arra, hogy mi magunk is fejlődjünk, változzunk. Tehát ez szerintem a legcsodálatosabb dolog, és nem gondoltam soha, hogy mást választanék. Igazából ugye mondtam, hogy én nem tanárnak gondoltam magamat, viszont érdekes módon végülis nem merült fel az idők során, nem jött elő az a pillanat, amikor azt gondoltam volna, hogy most abba kell hagynom és váltanom kell. És ez még hozzá kell tenni, hogy ugyanakkor az évfolyam társaink közül nagyon kevesen maradtak a fiúk közül tanári pályán, tehát általában elvitte őket az informatika, vagy a cégek elvitték. Én pedig végülis nagyon jól éreztem magam itt, pontosan ebben a kölcsönhatásban a diákokkal. Tehát ugye az egyetemen dolgozó tanároknak is feladata az oktatás, és olyan sok szép tanárpéldát láttunk, hogy természetes volt, hogy az embernek tanítani kell. Másik dolog pedig az, hogy rögtön az ember osztályfőnök lett, és ez egy másik kötődést jelentett a diákokhoz. Erről jut eszembe, hogy osztályfőnök lesz az ember. Az oktatás és a pedagógia aránya egymáshoz egy középiskolában változott-e a 40 év alatt? Volt-e valamikor szükség arra, hogy a pedagógiát előbbre kell helyezni az oktatásnál, vagy hasonló? Ugye mi nagyon szerencsés helyzetben voltunk végig, hiszen a gimnáziumba kerülő diákok nagy része nagyon határozott céllal érkezik ide, és tényleg a tanulás a motivációjuk. Ugyanakkor én mindig úgy gondoltam, hogy mind a két dologra egyformán oda kell figyelni és nagy hangsúlyt fektetni. Nagy szerepetek van a tehetséggondozásban, mindig is az volt a gimnáziumban. Egy kicsit erről kérdeznélek benneteket. Különböző versenyeket szerveztetek, tudományos önképzőköri tevékenységben segítettétek a gyerekeket. Erről hallhatnánk részleteket? Ebben nagyon nagy szerepe volt Kis Lajos kollégámnak, aki valóban egy fáklyaként próbálta a tehetséggondozás keretében a diákokat összegyűjteni. Tehát neki rögtön ebben segítségei lettünk. Ő irányított egészen addig, amíg a betegsége meg nem akadályozta ebben. Tehát természetes volt, hogy versenyekre megyünk, versenyekre készítjük a diákokat, illetve itt helyi versenyek is voltak. Igen, és hát Lajos a országosan elismert munkát folytatott, és nagy elismerés volt ez, hogy ebbe mi fiatal tanárként bekapcsolódhattunk, és segíthettünk neki a kezdetektől fogva. Adott volt a helyzet, mert hát ahogy elkezdtünk tanítani, abban az évben volt az első Mikola Sándor fizika verseny, még nem így hívták, de már akkor volt az első, és rá egy évvel később pedig a Bugát Pál természetismereti vetélkedő is elindult. Mind a kettőt Kis Lajos kollégánk szervezte, amíg tehette. A tudományos önképzőkörnél pedig Csörgő Tamás, a Berze Nagy János Gimnázium volt diákja, atomfizikus
volt segítségünkre, ő kereste meg az iskolát, hogy újra kellene éleszteni a tudományos önképzőköri mozgalmat, és nagy lelkesedéssel kapcsolódtunk ebbe bele. Úgy gondolom, hogy a természettudományos tantárgyak óraszámára csökkenésével erre óriási szükség volt a 2000-es évek elejétől, hiszen az érdeklődő diákok itt kapcsolódhattak mélyebben bele a tudományos világban történt dolgokba. Ők maguk is előadásokat tartottak, és nagyon híres professzorok külföldről és Magyarországról jöttek ide a Berzébe előadást tartani. Volt nálunk Nobel-díjas professzor is, Glauber professzor. Hatalmas lehetőség volt ez a diákjaink számára. Szerencsére van kollega, aki Csordás Ágnes, aki folytatja ezt az önképzőköri tevékenységet, és nagyon hálásak vagyunk, hogy nem marad ez abba. Ha újra kezdenétek a pályátokat, ezt a pályát választanátok? Ezt a hivatást választanátok újra? Én mindenképp. Én minden nap úgy mentem haza, hogy repültem az itt eltöltődött idő után. Nyilván fáradtság is volt benne, de a gyerekek szeretete inspirált arra, hogy másnap még jobban tegyem a dolgomat, és fantasztikus dolog, volt 2 nyolcosztályos osztályom, meg nagyon sok nyolcosztályos osztályban is tanítottam, hogy 10 éves koruktól látni a diákok felnőtté válását. A szülőknek meg kell küzdeni a mindennapi problémákkal. Mi tanárok pedig csak a csodát látjuk a gyerekekben. A kis szobrocskák kialakulására mi is hatással vagyunk, és ez nagy felelősség, de egy fantasztikus élmény. És egy pár szót kérdeznék a jövőről. Bettike, te már egy éve nyugdíjban vagy. Miklós, mint mondtad, egy hónap van hátra. Mik a nyugdíjas évekre a tervek? Hát akkor kezdeném én. A családunk szerencsére szépen gyarapszik, van 5 unokánk. Az egyik fiunknál 4 gyermek van, másik fiunknál pedig egy. Azt gondolom, hogy most ez a legfontosabb, hogy nagyszülők legyünk, hiszen ez is egy kis is közösség, akikkel csodálatos együtt lenni. Ezek a legfontosabb terveink. Én ebben az egy évben is nagyon gazdag, tartalmas napokat töltöttem el. Tehetem azt, amire eddig nem volt időm, sokat olvasom, kézimunkázok, zenét hallgatok, és segítek a családomnak. Bettikéhez csatlakozva ezek természetesen, és ugyanakkor az ember, amivel eddig foglalkozott az iskolán túl, az minden megmaradt. Tehát a tudománya nem szűnik meg, az ember kapcsolata, a saját hobbiaira esetleg többet fordíthat, tehát továbbra is aktív, teljes életet lehet élni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Kis Miklósnak és Kisné Császár Erzsébetnek, és köszönöm a Heol Podcast hallgatóinak a figyelmet. Mi köszönjük. Köszönjük szépen. Minden mondatom.